Sziasztok, nagyon kellemes, szép napot nektek! Köszöntöm az érdeklődőket! Az M3 autóparban egy Ford Focus nézünk meg, 5 ajtós darab, és fekete színű, fekete metál színű a járgányunk. Nagyon szép állapotú, legalábbis szerintem. Nincsenek rajta ilyen külsérelmi nyomok, nagyon szép az ajtók, az ajtóalják, sárvédőívek, szépek a fékek mögötte, hogyha mögé nézünk a gyári Ford alufelnek, akkor látjuk, hogy jó állapotú, nagyon jó fékek vannak alatta, Tomcat márkájú nyári szettet látunk itt az autón, kinyitottam rajta mindent, vagy legalábbis megpróbáltam. Hát az elejét ugye úgy kell nyitni, hogy az új, ezeknek a Fordoknak, hogy egy ilyen kulcsocskával ezt el kell forgatni, és akkor mögötte kulcs egyszer balra, egyszer jobbra, hát balra megvolt már, akkor lesz egy jobbra is, így, kiveszem a kulcsot, kitámasztjuk, és beindítom a kocsit, hogy meg tudjuk majd hallgatni, mert hát csak így tudjuk megoldani. Így. Ezt elforgattuk, és akkor beülök, beindítom a kocsit, amúgy ugye megvan a két gyári kulcsa, egyik zár nyit, és van ugye egy csomagtérajtó nyitónk is, külön. Lehet onnan is ugye nyitnunk. Nagyon szép ülései vannak, nagyon kulturált, tiszta a kocsi, kellemes illat van benne, nem cigis autó, hamutartó sincsen benne, két elektromos ablak, elektromos tükör, bőrkormány, bordkompjúter, gyári zene, amit innen is tudunk vezérelni, állítható magasságban az ülés, ugye látjuk, nincs megkopva, nincs kiégetve, nincs abszolút kiszakítva semmi, tehát teljesen szép és kulturált az autó, a kromdíszítések is szépek rajta, és 121.890 km futott. Ezt ugye igazolni is tudjuk, mert ugye vezetett szervizkönyves a kocsi, Ford márka szervizbe szervizelték. Azt is látjuk, hogy van benne menet stabilizátor, és most már jár is a motor tulajdonképpen. Beindítottam, ugye a kézifék van behúzva, vagy kiengedem így, de visszahúzzuk, hogy ne guruljunk el. Amúgy nagyon szép és épp a szélvédő, nincs rajta kavics sérülés sem. Kiszálljuk, és akkor megnézhetjük a motorját. Ugye egy 1.4-es, 8 lovas benzinmotor van benne, és már itt teljes a kép, EcoSport felirat van rajta, és jól áll neki ez a felni, hát gondolom itt a tervezőgárda összerakta, hogy jól mutasson ez a Ford, és ugye kötfényszórós, tiszta lámpái vannak, minden világít rajta kell is, mert ugye friss műszakihoz ugye mindennek jónak is működnie kell benne, az ablakmosónak, a dudának, a világításnak, fékeknek, lengéscsillapítóknak, úgyhogy ezeket biztos, hogy ellenőrizni kell, és úgy fog menni ugye műszaki vizsgára, 2 év műszakival kínáljuk a járgányt. Tiszta, maximumig lévő, kiegyenlítő tartalma lévő fagyálló folyadékot látunk, ennél a Ford, Fiat és Alfa szervizben szervizelték az autót, ezt majd megmutatom ugye a szervizkönyvébe is. Itt egy nagyon fontos kis címkét találunk, szintén a Fordék ugye cserélték a vezérlést 19.7.-11-én, 89.000 km, ne? Tehát 30.000 van a vezérlés szedbe. Amúgy ugye egy 16 szelepes, kéttengelyes ugye motor, és halljátok, hogy teljesen normálisan szépen jár. A szervóolaj is szinten van. Visszateszik akkor így a helyére, és megpróbáljuk a gépet majd így akkor még körbenézegetni, és kromdíszítés van itt a. Az elején nem kavicsos az autó, nincsenek ilyen leverődések rajta, mindkét oldala teljesen kultúrált és szép, mint látjátok. Belenézzünk a csomagtérbe is, mit találunk. Itt is tiszta minden, nem iparosé volt az autó, nincs leverve, nincs lekoptatva. Alatta, ha alá nézünk, akkor is nagyon szép, ugye gyári a teljes felület itt, nem volt hátba támadva. És ugye van itt nekünk egy defektjavítószer, originál és a gyári kis mindenféle tartozék, ami szükséges lehet esetleg, hogyha valami baj történne. Aztán van itt egy zacskó arany, ami tulajdonképpen nem is arany, hanem valószínűleg csavar, mert hogy van hozzá egy szett felni, méghozzá, és abban elbontom ki, mert nehéz, tehát csavarok vannak benne, kerékcsavarok, az autónak az ülései dönthetőek, egyharmad, kétharmad, és lehet ugye a kalaptartónkat kivenni, ott a két kis bepattintója, ott a zsinóron, ott lóg, le lehet venni, ki lehet venni, előre lehet dönteni az ülést, nagyon nagy hely lesz benne. A világít mindkét rendszámtábla világítás is, úgyhogy az is rendben van, meg itt is a helyzetjelző. Így néz ki hátulról. Amúgy itt sincsenek rajta,
parkolási sérülések, úgyhogy ettől is mentes a darabunk. Na és akkor itt vannak a srácok szerintem, megkértem őket, hogy görgessék már ide ezt a szettet, mert hogy itt van velem Feri, Peti és Concerto is. Látszik, hogy van egy jó szettünk, gyári Ford dísztárcsás, tehát lemez fel is, téli szettünk, méghozzá Semperit márkájúak, itt látjuk, és a Ford dísztárcsát. Jó állapotú, teljesen korrekt, még föl lehet szerelni, hát mindenki segít, látja, a Concerto is neki van feszülve rendesen a gyereknek, hát ide szépen be fogjuk görgetni közösen velük együtt majd ezt a szettet a hátuljába, csak kicsit lehagytjuk az üléseit majd. Az ülései, nézzük meg az üléseit, van egy levél is rajta, három darab fejtámla, fölnyitjuk itt is, nagyon szép, belenéztem ide is, abszolút kultúrát, ugye az egész kocsi belseje térképtartó, azt mondja, hogy van itt egy légzsákjelzés, még egyszer, tehát elől oldalt is függöny légzsákos a jármű, aztán két darab elektromos ablak, elektromos tükör, ezt mutattam, akkor behuppanok ide, és még a klímát is meg akartam nézni különben, egy pár pillanat, és mindjárt lesz itt nekünk jó hideg. Itt van mellettem a szervizkönyve, van benne kellemes illatosító, Rituals nevezetű, tényleg jó illata van, jó kis ilyen króm keretekbe foglalt ezüst színű középső betétünk van itt, ebben van a gyári rádió, amit nem tudom, hogy szól-e, Ford. Tehát működik. Van hozzá AUX csatlakozási lehetőség, és hűthető a kesztyűtartót, jó mélyen látjuk, meg van benne világítás is. 5 darab sebességi fokozat van előrefelé, egy pedig hátrafelé. Rögtön meg is nézem, hogy megy előrefelé. Nagyon fincsi kuplungja van neki, hátrafelé menet. Hátrafelé szépen megy, most nem tudok elmenni, mert egyedül vagyok sajnos, 121.890 km, bordkompjúter, zenevezérlő, két gyári kulcs, és amit meg akartam még mutatni, szerintem itt van mellettem a szervizkönyve, azt mondja, hogy ez a gyári adatok, 6,6 per 100 km, 157 g per km a széndioxid kibocsátása. 2008. 6. 16-ai a jármű, itt vették, de szerintem ennél a cégnél is szervizelték, ha minden igaz, legalábbis valami olyasmit láttam benne, és itt látható szépen sorba minden, amit ugye előbb mutattam nektek, és ez a 89.000-es, akkor cserélték ugye a vezérlését is, ugye hát most 121 van benne, tehát 32.000 km mentek vele azóta. Tényleg egy rendben tartott szép kis kocsi, és a klíma is elindult most már szépen, úgyhogy akár meg is tudjuk mérni, mert hogy hoztam mérőkét, itt van mellettem, kint 28 fok van, látjátok, ott a jobb felső sarokban a 28 Celsius, délután 2 óra van, és itt pedig a kütyűméterem, megmérhetjük, le van merülve az elemem, ja más, mindjárt. Na még egyszer. Ez nagyon hideget mér. Mínusz. Iszonyatos hideg levegő jön ki belőle, tehát nagyon kellemes, jó klímája van, garantáltan megfagy benne mindenki, hogyha majd ugye oda juttok, hogy menjetek lefelé Balatonra, de csak mértékkel el fogtok benne férni. Jó extra listája van, téli nyári gumi, a friss műszaki, két gyári kulcs, végigvezetett szervizkönyv. Ennél többet nem tudunk nektek adni. A viszontlátásra legyetek jók!